Vasárnap délután többek között a Keletlányai Hastánc csoport szórakoztatta azokat, akik kilátogattak a halászi öregcsuka horgásztóra, de a bátrabb gyerekek akár a Futura kaland dobozát is kipróbálhatták. A szórakozás mellett azonban ezúttal a jótékonykodása és a horgászaté volt a főszerep, hiszen a tavalyi nagy siker után ismét megszervezték a horgászversenyt, ami önzetlen célokat szolgált, ezúttal D-Corner jótékonysági horgászverseny névvel. A főszervező idén is az ötletgazda Horváth Imre volt, aki a nyirokcsomórákból felépülve döntött úgy, hogy az őt segítőkön, Bodnár Márián és a Tegyünk a leukémiás gyermekekért és betegekért közhasznú alapítványon segít, amennyiben lehetősége lesz rá. Tavaly ugye két alapítványnak volt szeptember 15-én ugyanez a jótékonysági verseny, akkor 37 horgász volt, és 317 ezer forint gyűlt össze a két alapítványnak, tehát 158 ezer forint. Idén 41 horgászom van, és most közelítőleg már a félmilliónál tartunk. Ez az összeg pedig a tombola felajánlásoknak köszönhetően tovább gyarapodott a nap folyamán, így a nap végére 590 ezer forint gyűlt össze, ezúttal csak a hospice ház javára. A Tegyünk a leukémiás gyermekekért és betegekért közhasznú alapítvány részére már áprilisban megszervezték a jótékonysági horgászversenyt, annak érdekében, hogy az összegyűlt összeget ne kelljen a szervezetek között szétosztani, akkor 254 ezer forint jött össze. A horgászverseny már korra reggel elkezdődött, a jelentkezők helyét pedig három szektorban osztották ki, majd két fordulóban horgászhattak. A rendezvény a civil kezdeményezés mellett idén sem jöhetett volna létre a támogatók nélkül. Nagyobb támogatónk a halászi önkormányzat, aki 100 ezer forinttal támogatta a rendezvényünket, a Teke Magyarország ZRT 50 ezer forinttal támogatta a rendezvényt, és a Mikrofexum Kft. Is 50 ezer forinttal támogatta a rendezvényt. A jótékonysági horgászversenyből igazi hagyományt teremtenének. Áprilisban a leukémiás gyermekekért és betegekért közhasznú alapítvány javára gyűjtenének, míg szeptemberben a hospice ház számára ajánlanák fel a nevezési díjból és a tombolából befolyt összeget. A versenyzők pedig a jótékonykodás mellett jövőre is szebbnél szebb serlegekkel térhetnek majd haza.